Üdvözöllek! A továbbiakban lineáris differenciál egyenletrendszereket fogunk megoldani. Olyan egyenletrendszereket, ahol az A az egy 2×2-es mátrix, az XT az egy oszlopvektor, az első koordinátáját X1T-vel, a másodikat X2T-vel jelölhetjük. Szokásos jelölés még úgy, hogy az első koordinátát úgy jelöljük, hogy XT, a másodikat úgy jelöljük, hogy YT. Ebben az esetben a megoldás, tehát ezt az oszlopvektort következő módon írhatjuk fel. Itt a C az egy tetszőleges oszlopvektor, két sora van. A P az egy 2×2-es mátrix. Az E ad BT is egy 2×2-es mátrix. Azt, hogy miért pont annyi, amennyi, azt most itt nem fogjuk levezetni, csak az eredményt fogom közölni. Tehát a P az így néz ki, nevezzük el az első oszlopvektort U-nak, a második oszlopvektort V-nek, továbbá legyenek az A saját értékei lambda 1 és lambda 2. Első eset. Ha lambda 1 és lambda 2 különböző valósak, akkor az U és V, ezek legyenek lambda 1-hez, illetve lambda 2-höz tartozó saját vektorok. Az E ad BT-t, az pedig egy ilyen 2×2-es mátrixsal tudjuk felírni. Abban az esetben, ha lambda 1, lambda 2 valós, de megegyeznek, tehát van egy közös lambda értékük, akkor az U az legyen a lambdához tartozó saját vektor, a V pedig ebből az egyenletből meghatározott vektor, az E ad BT pedig ez a E ad lambda T-szer, ez a 2×2-es mátrix. Ha a lambdák komplexek, ugye 2×2-es, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ezek egymás konjugáltjai. Ebben az esetben, akkor a saját érték, saját vektor probléma, azt ha megoldjuk, vegyük mondjuk a lambda 1-et, alfa plusz i-szer béta, meghatározunk az ahhoz tartozó többnyire komplex saját vektort, és akkor ennek a valós része legyen az U, a képzetes része a V, és akkor ez az E ad BT pedig így írható fel. Tehát ez az alfa itt, az a lambda saját értékek valós része, a béta pedig ez a képzetes rész. Adjuk meg az összes megoldását a következő egyenletrendszernek. A rendszerhez tartozó együttható mátrix, az így néz ki, hogy 2, 1, 3, 4. Határozzuk meg a saját értékeket. Fölírjuk a karakterisztikus polinomot, a gyökei 1 és 5. Ez azt jelenti, hogy ez az i eset, és az U és V vektorok, azok a saját vektorok lesznek. A lambda egyenlő egy saját értékhez tartozó saját vektorokat ebből az összefüggésből tudjuk meghatározni. Ez ugye ezzel ekvivalens, hogyha fölírjuk, és mind a kettő pedig azzal ekvivalens, hogy az U2 egyenlő mínusz U1. Válasszuk az U1-et 1-nek, akkor az U2 mínusz 1, ez egy jó, lehetséges jó választás az U-nak. A lambda 2 egyenlő 5 saját értékhez tartozó saját vektort ebből az összefüggésből tudjuk meghatározni, ami ugye ezzel a két egyenlettel ekvivalens, ami pedig azzal ekvivalens, hogy a V2 egyenlő 3V1. Legyen a V1 egyenlő 1, akkor ebből az összefüggésből kapjuk, hogy a V2 egyenlő 3, ez tehát egy lehetséges jó választása a V saját vektornak. Akkor tehát a megoldás a képlet alapján. Ugye ide a P-t kell írni, ide az E ad BT-t,
amit úgy kapunk meg, hogy egy ilyen átlós mátrix lesz, itt lesz az, hogy E ad lambda 1T, E ad lambda 2T, C1, C2, oszlopvektor. Szépen ezt a mátrixot alkalmazzuk erre az oszlopvektorra, akkor egy olyan oszlopvektort kapunk, hogy C1 szer E ad T, C2 ször E ad 5T, és akkor erre alkalmazzuk ezt a mátrixot, akkor az azt jelenti, hogy ezen oszlopvektoroknak kell venni az ezek általi lineáris kombinációját. Végrehajtva itt a beszorzást, összeadást megkapjuk az x1t, x2t oszlopvektort, amiből tehát akkor kapjuk, hogy az x1t az egyenlő lesz ezzel a függvénnyel, az x2t pedig egyenlő lesz ezzel a függvénnyel, ahol a c1, c2 tetszőleges valós számok lehetnek.